igazi hangolási titkok. DVD-n kiadjuk. A kacsa csörű emlősök leszármazottja. Gibson. Vagy elkaptam valami rotavírus, vagy valamit, négyszer voltam WC most délután. Hát, nem fogadtok velem követni. Hát jó, hát... ezért van gond ezzel, ahogy hívják. Most nekem azt mondom, mert a te számadra nincsenek még meg a szólók. Hát jó, ne szólók, hanem még a rájátszásokat is. Hát oké, csak mondom azt, hogy a ezeken most nem mindegy. Most a, ez ugye D, akkor nekem izébe kéne játszanom. Tehát bonyolult, na mindegy, most nem megyek ebbe bele, ilyen lehetetlen hangnak. Fölöksz egy kápót, ezt megoldom. De, kápózol. E-be lehet szólózni, két A-ba kápót. Érted, még G-ben, meg ilyenek. Két kápót is fölöksz, a kettő között. F-mólba, meg ilyen, hát, ilyen, ezek vannak így. Hát, ezt múltkor a videóban is mutattad, ez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, aki tanít, az tud minden. Hallod? Nem, meg kitalálom, lehet, hogy fél hanggal elhangolom a gitárt, és akkor éve lesz. Csak nem dropba. Majd csak, hogy könnyű dolgod legyen, mi? Hát nem, hát akkor jobban kiigazodsz a gitárnyakon egy E-mólba, érted, vagy egy F-mólba. Honnan húzzam, nézd meg! Nem, jó. Hát ahogy te érted ezen. Még egyszer vegyük föl, utána meg a hibákat nézzük, Norbert. Jó, oké. Hát hallgatjuk, hát én, ez kurva jó az egész. Hát majd át kell hallgatni utána, aztán... Te különben te érzed a legjobban, hogy hol hibázol, mert én így fülre... Tök pontos, a ritmika szenzációs, nem? Gyere, jársz fel! Éve, hogy tudnál fel játszani? Hát, nem tudok ilyen ritmikákat nyomni. Tamás? A refrén? Nem.